Na és meg is jöttünk Mohácsra. És a mai adásban ezen a településen leszünk, és megnézzük a busókat, akik járnak. És megkérdezzük őket, hogy miért busók, és hogy hova járnak. Méghozzá nem is akárkiket, hanem nyilvánvalóan a busókat. És egy halászudvart keresünk, ilyesmi a neve, haludvar, haludvar, halászudvar, ilyesmi. A halászudvar az egyik legkeményebb mohácsi busóklánnak a rejtek helye. Ijesztő, akik jönnek mögöttünk, gyerekek? Igen, egy kicsit para. Marci megjegyezte, hogy így kezdődnek a horrorfilmek, ezen nevettünk, aztán hátra néztünk és rájöttünk, hogy tényleg. Nézd, Marci, ott az ágyú, amiről beszéltünk, és ezzel tudnak lőni is. Sziasztok! Barics Mária! Gyertek be! Édesapám! Apa! Magyarosi Csaba! A vendégem! Magyarosi Csaba! Mit láttál, Marci? Hátulra kötöttek egy macit, becsomagolva a száját. És ezeket ti csináljátok? Vagy van valaki, aki készíti ezeket? Hát ez egy nagyon régi massz, ez körülbelül ilyen 70-es évekbeli. Igen, igen, igen. Nekünk, mi csoportunk az körülbelül ilyen 23 éve létezik, 99-ben alakultunk meg egyébként. Busójárás története? Az nagyon régről ered, ugye 1526. augusztus 29-én volt a mohácsi csata. A legenda az úgy tartja, hogy a Szigetbe, ami a Mohácsnak a keleti részén található, tehát a Duna másik oldalán, ott laktak régen a sokacok. Úgy tartja a legenda, hogy megjelent egy fehér ruhába egy idős őszhajú bácsi, aki azt mondta, hogy figyeljetek, öltözzetek be, húzzatok kifordított birkabőrt magatokra, és keljetek át a vizen, és a török az egy vallásos nép volt, és azok annyira megijedtek ettől, hogy hanyat homlok menekültek. Hajnalba éjszaka átkeltek a Dunán, kis hangos kolompot öltöttek, fehér nadrágot húztak, bocskort húztak, és átkeltek a Dunán, és elijesztették hangos kereplővel, stb. Elijesztették a törököt. Így tartja a legenda. Most aztán, hogy ez valóságban hogy történt? A valóság az elvileg azt mondják, hogy a Balkánról származik ez a szokás, tehát a régi keresztény bosnyákok úgymond, szervek, horvátok ápolták ezt a hagyományt, és valahogy itt Mohácson megmaradt ez. Ez egy télűzés, tavaszvárás. Az egész rituálé tulajdonképpen, hiszen a poklade is azt jelenti, hogy átváltozás. Hogyha én kilépek a kapun, akkor rögtön maszkot húzok magamra, mert nem fedjük föl magunkat. Ezt azért űzi mindenki, mert ilyenkor átváltozunk. Tehát amit előtte a hétköznapokban nem merünk megtenni. Ismerőségi körbe, ugye régen nem volt pszichológus, meg sehová nem mentek az emberek, hanem társaságba jártak. Főztek egyet, bulit tartottak, és összejöttek, beszélgettek, megosztották, hogy milyen volt a termény, hogy sikerült ez az év, és ilyenkor a farsang az mindig az egy átváltozás, az egy rituál. Ki lehet engedni a gőzt, nyilván azért már régen csináltak olyat is, hogy tarisznyába téglát raktak, és aki haragos volt, odavett, tehát voltak itt azért durva dolgok is. Vagy hogy össze-visszaverték egymást a mohácsiak ilyenkor? Hát most nem azt mondom, hogy a mohácsiak, de aki haragos volt, akkor igenis oda mert menni, és úgy oda húzott a hátára. Nem, mert nem tudta, hogy ki van a maszk mögött. Mohácson ezt az anya teje szívod magadba, tehát ezt hogyha az én unokaöcsém, ő most 2 éves lesz idén, de már most jön és már táncol a zenére, valaki beöltözik, és tehát így most civilként, ez bután hangzik, de ez nem olyan, tehát az, hogy itt civilként teljesen más átélni, hogy ezt mint beöltözve. De te egy más tudatállapotba kerültek, amikor felvettek a maszkot? Teljesen más, ugye egy bohóckodás, egy... De bohóckodás, vagy inkább ilyen legyőzhetetlen érzet? Az is, igen, mind a kettő. Én 10 évet éltem külföldön, de én minden évben nekem ilyenkor haza kellett jönni.
Ezt nem. Édesapám főz, itt van az összes barátom, a haverok, a minden, és ez ilyen. Tehát ez tényleg egy olyan, ezt mindenki nem hagyta. Aki egyszer ebbe belekóstolt, az ebből nem tud kiszállni, vagy egyszerűen érzi ezt az életérzést, és ezt nem hagyja abba. Hála Istennek ápolják ezt a dolgot. Hogy ezzel mit csináltak? Ezt pörgetitek és megijedtitek az ifjakat? Pörgetjük, ez a kereplő. Kereplő, világos. Hangot ad, ez elijeszti a rossz szellemeket, és termékenységet varázsol. Akkor én most termékenységet varázsolok. I just wanted to say that is the big tradition on the border between two nations which live in the peace more than 900 years, Croats and Hungarians. We live nearby like the good friend. We have similar life relationship. We married each other. So that's the history and today and the future. Good neighbors. Ez egy ágyas, mézes mazsolás pálinka, igazából ez hivatalosan azt mondják, hogy nincs ilyen, hogy busópálinka, de hát ez mi úgy hívjuk, hogy busópálinka. Innentől kezdve akármi raknál a busópálinka, nem? De ezt mindenki úgy tudja, igen. És akkor jól értem, hogy nem csak ti vagytok busók ebben a projektben, hanem vannak különböző egyéb szereplők is, a lányok. Igen, a jánkelik azok, ők igazából a karneválon, tehát a felvonuláson segítenek, úgymond, mert ugye ő neki könnyebb az öltözete, ő tudja terelni jobban a népet, jobban úgymond helyet csinálnak a busóknak. Ők is szerves része a felvonulásnak, hiszen őrájuk is szükség van, hogy csinálják az utat a busóknak. És a lányok neve micsoda? A lányok neve a szép busók. Ők a szép busók, ők népviseleti ruhában vannak, bütykös harisnya, szoknya, alsó szoknya, és akkor nagyon szép sokac blues, és akkor kapica a fejükön, illetve a berliner kendő, ami akkor húznak föl, hogyha hideg van, mint most is sajnos ilyen esős napra virrattunk. Tényleg, ami a lábatokon van, az véd titeket a hideg ellen? Vagy ez már hát ilyen tavaszkompatibilis? Ami minket titek? A legjobban véd, az a kitartás igazából, meg a busópálinka. És amit Dórára kentetek, annak mi a jelentése? Csak hogy... szivatás, én már kikérdeztem bent a lányokat. Ugyanaz, mint a megkeresztedő. A hamu, az, mint hogyha gyóntál volna egyet. Oh. Itt kezdtétek, ugye? 99-en még gyerekként. Hány évesek voltatok itt? 13 körülbelül. És ez a szekér, ez mit célt szolgál? Ebben vonulunk föl. Aha. Tehát ebben fölültetjük a kicsiket, a gyermekeket, aki a csoportban kisfiú, kislány, és akkor őket húzzuk fel a felvonuláson. Ti meg mentek mellette? Mi megyünk mellette. Most nyilván a felnőttek is felülhetnek, csak mi ezt így oldottuk meg, hogy a kicsik legyenek fönt, és akkor mi megyünk ki húzni. És olyanokat tudtam meg, ugye elhangzott, hogy régebben az emberek verték egymást téglával, amikor busok voltak. És képzeld el, az volt, hogy akkor váltogatták a maszkokat meg a ruhákat. Tehát eleve úgy jöttek ki az utcára már, hogy nem lehetett tudni, ki van a maszk mögött, de azt is folyamatosan cserégették, pont azért, hogy ne lehessen tudni, hogy ki az, aki a másikat megdobált a téglával. És hogy ez tényleg szabad volt, illetve a lányok akkoriban nem hordtak még bugyit, úgyhogy a másik része a történetnek az volt, hogy a felvonuló lányoknak a szoknyája alá benyúltak, és hát szóval, hogy most már nem, ez régen volt. Téglával se dobálják egymást, és a lányok is hordanak már bugyit. De hogy a népszokás mondjuk 100 évvel ezelőtt, ilyen végig így nézett ki. Mindig azt mondják, hogy ezek az ágyuk a török időkben maradtak itt, de ez nem igaz. Tehát ez, erre az ágyúra egyébként nem igaz. Ez egy szintén egy, hát ilyen, hogy mondjam, ez egy kellék. Az ágyú. De az lövitek a telet, vagy? A telet űzzük el tulajdonképpen, ez a lényeg. Csak álljatok még melyet? Oda hátra. Futás. Hey, szomszéd! Szervusz, figyelj, szállasz le?
Warte so ein bisschen, kannst du auf die Seite gehen? Also rein und Ari bleiben, passen. Wir schießen eine und dann trinken wir eine, gell? Alles klar, warten ein bisschen. Marci vegetáriánus, nem eszik hús. Ez nagyon finom. És ez milyen pörkölt? Ez vegyes pörkölt. Az mit jelent? Mi van benne? Marha, disznó. Édesapád csinálta, ugye? Édesapám, igen. Igen. Édesapám, ő a szakácsunk minden évben. Hála a jó Istennek. Remélem még 50 évig. Kicsit olyan, mint egy halászleves pörkölt. Nagyon jó. Hú, de jó ez. Ez egyébként halászlé lesz. Este 8-kor készül a halászlé. Nem ez a pokival? És az rengeteg ember most a Duna felől érkezik, és megy a belváros felé, és azért a Dunáról jönnek, mert hogy ott van a busójárás egyik kiemelt programja, az átkelés a Dunán, ami pontosan arról szól, mint amire a neve alapján tudnánk következtetni. A busók átkelnek a Dunán, és amikor ez megtörténik, akkor már csak körülbelül 30-40 perc választ el minket a busójárás központi programjától, a járástól, amikor is itt Mohácson felvonulnak a busók, és nagyon sokan vannak, szóval összesen ilyen 2000-en fognak vonulni idén, és vannak olyan busócsapatok, amikben ilyen 100-150 ember is van, vannak kisebb csapatok is, de összesen körülbelül egy olyan 60. Tessék? Lehetünk képet kérlek? Persze. Jó, szóval, hogy köszönöm. Tudtad, hogy összesen körülbelül 60 busócsapat van itt Mohácson? Igen, olvastam azt, hogy 1900-an lesznek kb. Összesen. Ó, így van. Na, de hát látjátok? Szóval ennyire igaz. A 2000 egy kicsit túlzás volt, de az 1900 az pontos. Igen. Hoppá. Köszönöm. Örültem. Szépen, tovább. Jó, videó. Szép napot, hello. Na, nézzük meg őket. És hát az a helyzet, hogy ez a busójárás, ez tulajdonképpen reneszánszát éli, mert ugye van ez az 1900 kötője 2000 busó, aki felvonul idén, és ezt valamilyen módon kontextusba helyezzük, szóval 10-15 éve még csak 400-an voltak, és hát vendégekben is sokkal-sokkal többet, szóval ez a 6 nap alatt körülbelül 100-re látogatnak egy de Mohácsra, ami mondjuk szintén ilyen 2-3-szoros a 10-15 évvel ezelőttinek. Egy pacsit. A kedvencem van. A kedvencem. Na, nagyon örülök. De egy pálinkát elfogasztóan. Nem szabad, vezetek mindjárt, de jó lesz. Hoppá. Nagyon köszönöm. Imádok benneteket, nagyon jók vagyok. Örülök, hogy találkoztuk. Sziasztok. Hello. Csodálatos barátság kerekedett itt. Köszönöm. Örültem. Én is. Mindig nagyon fura, amikor az embert elkezdi ölegetni és simogatni egy busó. Főleg, amikor az emberek a fenekére markol, az volt a legfurább. Gyakori? Megesik? Huncutok vagytok! Minden nap! Hát még egy busóval szelfizni milyen fura. Szóval azért is jó ezt a vlogot csinálni, mert hogy nagyon sokatokkal megismerkedek az utcán, és néha kérdezinek, hogy nem szokott-e kellemetlen lenni az, hogy egyszer-egyszer egy néző oda jön, de nem, egyáltalán nem kellemetlen, mert hogy nagyon-nagyon jó fejek vagytok, és általában ezekből szuper beszélgetések szoktak kerekedni, vagy legalábbis ilyen viccentések, köszönések egymásnak. Most ehhez képest a busó nézőimmel valami teljesen más kapcsolat kezdett kialakulni, ugyanis hát úgy érzem magam, mint egy kiskutya, szóval amikor megjelenik egy olyan busó, aki néző közületek, az elkezd engem ölelgetni, simogatni, összegömbölyíteni egy ilyen kis darabba, ide-oda belém csípni, szóval úgy érzem magam, mint egy kis házi kedvenc. Én ők a busók kis házi kedvenceit, legalábbis azoké, akik valamiért nézik a vlogot. Az a helyzet, hogy a házi kedvencek nevében azt tudom mondani, hogy busó házi kedvencnek lenni nem is olyan nagyon rossz dolog.
jöhet egy új tokatás. Figyelj ezt a bábot. Kisebáb. És ez mit csinál? Miért égetik el? Azért, hogy elütje a telet. A telet? Azért égetik el azt a bábot ott közép, hogy elűzze a telet? Igen. Mi boszorkányokat csinálunk, és azokat égetjük el. Ó. Amilyennek leesett a feje és elégetik. Az oviban? És ez nagyobb, mint ami az oviban van? Ez a kisebáb? Sokkal nagyobb. Na hát Marci, a fiam magyarázta el, hogy mi az a kisebáb, és miért fogják elégetni. A buli itt a tűz körül, szóval az egyik oldalon lángol ez a mágia, a másik oldalon meg itt vannak az emberek, akik mennek körbe a busokkal és táncolnak. És tényleg mindenki táncol. Na figyeljetek, ez az adás ennyi, én innen búcsúzom a mágia mellől. Azt nem tudom, hogy a következő epizódban honnan jelentkezem, de ez őrült jó volt itt Mohácson. Ide is vissza kell jönnünk, mindenhova folyton vissza kell jönnünk. Sziasztok!